A vajdasági magyarság érdekeit az Európai Uniós csatlakozás kisleltetése szolgálná leginkább, hangzott el a Magyar Remény Mozgalom szabadkai sajtótájékoztatóján. Az MRM magyarországi vendége Szávai István a Jobbik nemzetpolitikai kabinettjének elnöke volt. Elmondta, nem engedhető meg, hogy ugyanaz történjen a délvidéki magyarokkal, mint a Romániában és a Szlovákiában élőkkel. Hozzátette, Szerbiának nem kellene csatlakoznia az Unióhoz, ameddig nem biztosítja a nemzeti közösségek jogait és az autonómiát. Ha a hágai törvényszék kérésének előbb tesz eleget Szerbia, minthogy ezeket a kérdéseket rendezni, az itteni magyarok a felvidékiekhez hasonló vesztes pozícióba kerülnének, hangzott el az MRM sajtótájékoztatóján.